Sok szeretettel köszöntöm azokat a hősöket, akik ebbe a covidos időbe eljöttek ide, hogy a helyszínen is megtekinthessék mai előadásunkat, amelyik a Belvárosi Szabadalmi és Gazdasági Klub ezévi utolsó összejövetele, úgyhogy idén már lévén, hogy jön a karácsony, nem jövünk össze. Sok szeretettel köszöntöm azokat, akik az interneten fogják megnézni szokás szerint a mai beszélgetésünket. A mai témánk a magyar lakáspolitika, a magyar lakáshelyzet, és hogy milyen ötletek, javaslatok vannak a lakáshelyzet javítása érdekében. Én a magam részéről szubjektíve úgy gondolom, hogy eléggé elcsesztük az elmúlt 30 évben a lakáspolitikánkat. És ideje lenne ezen korrigálni és javítani. Hát a mai beszélgetés talán hozzájárul ahhoz, hogy önök is, meg akik megnézik, azok is tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy változzon és javuljon a magyar lakáspolitika. Beszeretném mutatni mai vendégeinket, Pósvai Zsuzsannát, közgazdászt, a Periféria Központ kutatóját, aki rengeteg érdekes és nagyon mélyreható tanulmányt írt a lakáspolitikáról és a lakáshelyzetről. Én élvezettel olvastam. Kérdés, hogy mai előadók ugyanazt fogják-e gondolni önök, mint amit én Zsuzsa alaposságáról és lényeglátásáról. A Zsuzsa előadása után Árva László közgazdász nem nyugvó, nyugalmazott előadó fog előadást tartani, a nemzetközi példákat is föl fog hozni. Utána következik a hóhér akasztják típusú dolog, hogy többen elmondták, hogy mi lenne, hogyha egyszer nem csak moderálnék, hanem saját gondolataimat is elmondanám. Tehát önöket éri az a csapás, hogy utána 10-15 percben én is el fogom mondani véleményemet a lakáspolitikáról, különösen a bérlakás helyzetről, és végül a sort Szabadkai Antal mérnök közgazdász zárja, aki egyébként a Közgazdasági Társaságnál már szervezett egy lakáspolitikai kerekasztalt. Meg kell mondanom, hogy eredeti terveink szerint előadóink között szerepelt volna Misetics Bálint szociálpolitikus, aki a főváros szociális és lakásügyi főtanácsadója, de lebetegedett, én ma beszéltem vele telefonon, köhög, nem érzi jól magát, hogy abban maradtunk, hogy inkább nélkülözzök, mint hogy itt megfertőzön bárkit is. Ez a mai program, nyilván az előadások után lesz lehetőség önöknek, hogy föltegyék kérdéseiket, elmondják észrevételeiket. Arra szeretném kérni önöket, hogy erre a másfél órára helyezzék nyugalomba a mobiltelefonjaikat, ha lehet, és akkor megkérném Zsuzsát, hogy nyissa meg a mai estét. Jó, akkor üdvözlök mindenkit. Igen, eredetileg a Péter arra kért föl, hogy a lakásfinanszírozási kérdésekről beszéljek, úgyhogy arra fogok fókuszálni, de aztán majd a beszélgetésben persze más dolgokra is ki lehet térni. Először is mondanék pár mondatot arról, hogy mi is ez a Periféria Központ, mert előfordulhat, hogy még nem hallottak róla. Ez egy viszonylag friss, egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt alapított független műhely, ahol városfejlesztési, lakhatási, ingatlanpiaci témákkal foglalkozunk. Ezt megelőzte, 3-4 évvel ezelőtt alapítottuk meg formálisan, de megelőzte már egy 10 éves közös munka a másik társalapítóimmal. Csak akkor még voltak mellette másik munkahelyeink is, és akkor most pedig már csak ezt csináljuk. Tehát egyszerre csinálunk tudományos kutatást, közpolitikai tanácsadást, illetve a társadalmi szervezetek közvélemény felé való egy ilyen érzékenyítést, meg tudásterjesztést, és kifejezetten azt gondoljuk, hogy az a mi hozzájárulásunk ehhez a szférához, hogy nem egyik vagy másik ilyen mezőbe bezárva végezzük a tevékenységünket, hanem a köztük levő átjárást erősítjük. Nagyon fontos a megközelítésünkben az, hogy a gazdasági folyamatok mögötti
társadalmi viszonyokat feltárjuk és láthatóvá tegyük, és hogy figyeljünk arra is, hogy egyes kérdésekben mi a piaci szereplők viszonya, és ez milyen akár hatalmi viszonyokból következik, illetve milyen tágabb gazdasági folyamatokból. Igen, és ott lent a sárga dobozban pedig a szervezeti víziónkat látják, ami úgy hangzik, hogy az igazságosabb és egyenlőbb városokért tudást és közpolitikai eszközöket nyújtunk állami, piaci és civil szereplők számára. És akkor most, amiről beszélni fogok, tehát hogy én sokféle szempontból foglalkoztam már lakásfinanszírozással, eredetileg a doktori kutatásom szólt erről, amit főleg 2016-ban csináltam, de aztán azóta is különböző formákban. És akkor ott, tehát a doktori kutatásom alatt nagyon sok interjút csináltam különböző lakáspiaci szereplőkkel, finanszírozókkal, fejlesztőkkel, közvetítőkkel. Aztán utána a periféria központon belül továbbítem ezt a munkát, és elsősorban a háztartási eladósodás kérdésével foglalkoztam, de akkor már nem csak a lakáshitelek szempontjából, hanem annál tágabban, tehát a közműhátralékok és nem lakás célú hitelek szempontjából is, és akkor itt is ennek a vállalati szempontjaival is foglalkoztam, tehát például a követeléskezelő cégeknek a tevékenységével. És aztán ezen kívül meg az elmúlt években nagyon hangsúlyos volt az a munkámban, hogy a lehetséges progresszív lakásfinanszírozási eszközökkel foglalkoztam, és lehetséges új lakhatási intézmények létrehozásával. Erre majd később bővebben kitérek, de itt csak az elejére azért akartam ezt betenni, hogy lássák, hogy itt nem csak egy ilyen tudományos háttér alapján beszélek, hanem az elmúlt éveknek az olyan fajta praktikus tapasztalatai alapján is, hogy egyeztettünk például a finanszírozókkal arról, hogy milyen feltételekkel hiteleznének bérlakás kezelő szervezeteket, vagy új típusú lakásszövetkezeteket. És akkor amiről most leginkább beszélni fogok, van a Periféria Központban egy kiadványsorozatunk, a Periféria Tanulmányok, és ennek van egy száma, ami tehát egy nagyjából benne van, amiről ma beszélni fogok, ez a polarizáció a magyar lakáspiacon, meg van egy másik, ami meg a háztartások eladósodásáról szól. Ezek mind letölthetőek a honlapunkról is, de tehát hogy itt most ebben van összefoglalva a mondjuk másfél évvel ezelőtti állapot ezzel kapcsolatban. És akkor itt bele is vágnék, tehát hogy igazából amiről mi beszélni tudunk, tehát amikor a létező magyar lakásfinanszírozási rendszert vizsgáljuk, akkor ugye általában a lakáshitelezésről beszélünk, az egyéni lakáshitelezésről, és ez azért van, mert ugye a magyar lakásállománynak a tulajdonosi viszonyai olyanok, hogy nagyon kevés más, tehát nem nagyon vannak intézményi tulajdonú lakások, meg köztulajdonban lévő lakásból is nagyon-nagyon kevés van, ugye országosan 2,6% önkormányzati lakás, még valamennyi állami tulajdonú. Tehát, hogy túlnyomó többségben magánszemélyek tulajdonában vannak Magyarországon a lakások. És akkor ebből következik, hogy amikor lakásfinanszírozásról beszélünk, akkor ugye túlnyomó részt az egyéni lakáshitelezésről beszélünk. Ez csak azért gondoltam, hogy fontos így kihangsúlyozni, mert ez nem lenne törvényszerű egyébként. És aztán még azt is fontos észben tartani szerintem, hogy még akik lakáshitelt vesznek föl, az is egy relatív kis része akár azoknak, akik vásárolnak, mert hogy itt ez egy ilyen nagyon sematikus ábra, amit csináltam, de hogy kimegyek oda, hogy van látszódjon. Szóval itt ez a tömb szimbolizálja az összes magyar háztartást, ami körülbelül 4 millió, most így nagyságrendileg, és közülük 20%-nak van lakáshitele, ezek néhány évvel ezelőtti adatok, most nincsen ebből az ábrából egy egészen friss verzió. Szóval 20%-nak van lakáshitele, összesen 32%-nak van valamilyen hitele, és akkor néhány évvel, tehát ilyen 2017-18 körül az MNB cél az volt, hogy ez nőjön 50%-ra, tehát hogy a háztartások 50%-ának legyen valamilyen hitele. És akkor itt, ha vesszük ezt a 4 millió háztartást, közülük
Nagyon kevesen, tehát évente kb. 150 ezer lakástranzakció van, ami a teljes lakásállománynak kevesebb, mint a 4%-át teszi ki. Tehát a teljes magyarországi lakásállománynak kevesebb, mint 4%-a cserél gazdát évente. És egyébként most még kevesebb is, mint 150 ezer 2018-ban egy kicsit, vagy akkor volt ennyi, azóta egy kicsit csökkent. És hogyha vesszük ezt a 150 ezer darab lakástranzakciót évente, ott ugye azoknak egy töredék része, kb. 10 ezer lakás az, ami új lakás, ez most az elmúlt években egy picit nőtt. A túlnyomó többségük használt lakás, tehát ez is szerintem egy ilyen nagyon nagy torzítás, hogy ugye sokkal több szó esik az új lakásokról, amikor lakáspiacról beszélünk, valójában ez egy kis része a tranzakcióknak. Aztán itt azt jelképezi ez az oszlop, hogy mennyien használnak lakáshitelt, és ez kb. 20-30% a tranzakcióknak. Ebben volt egy ilyen évi 39%-os növekedés az elmúlt években, volt egy lakáshitelezési boom, viszont tehát, hogy még mindig a tranzakcióknak a kisebbik része történik hitellel. És akkor azok közül, és akkor az egy nagyobb hányad, akik valamilyen ügynököt vesznek igénybe, tehát ilyen közvetítésben profi segítséget, de még ott is a többség ezeket se. És akkor itt ugye, amik a fehér zónák, arról tulajdonképpen nagyon keveset tudunk, mert hogy azokat lehet inkább vizsgálni, ahol valamilyen piaci szereplőnek van részvétele, és akkor az minden esetben a kisebbik része a tranzakcióknak. És akkor itt, amiről még beszélni akartam, az felvezetésként ez a függő gazdasági helyzet, de ebben nem fogok nagyon részletesen belemenni, mert az nagyon hosszú lenne, de hogy tehát a keret, amiben gondolkozom ezekről a folyamatokról, az az, hogy Magyarország egy félperiférián elhelyezkedő ország, mint ilyen globális gazdasági viszonyok tekintetében, ami nagyon erősen hatással van arra is, hogy a lakásfinanszírozás hogyan működik. És ennek többféle jellemzője van. Az egyik nagyon fontos jellemzője az, hogy a források volatilisek, amire angolul van ez a kifejezés, hogy impatient finance, tehát hogy rövid távú források vannak, magasabb hozamelvárások, és és itt ezen a grafikonon azt látják, hogy összesen mennyi befektetés volt a lakáspiacon, illetve hát ennek az éves változását 2001 és 2018 között, és itt csak azt akarom szemléltetni, hogy az európai perifériákon, tehát Kelet-Európában és Dél-Európában sokkal nagyobbat ingadozik ez a mutató, mint a centrumban. És ez a volatilitás, ez kihat a lakáspiacra nagyon sokféleképpen, tehát ugye sok olyan szereplő van, aki akár vállalati szereplők, akik jelen vannak, akár a háztartások, így vannak olyan időszakok, amikor forrásbőség van, aztán pedig ez bezuhan, és ez egyrészt ilyen lakáspiaci buborékokat hoz létre, másrészt meg aztán kirekeszti azokat, akik adott időszakban nem férnek hozzá ehhez a forrásbőséghez, és egy ilyen kiszámíthatatlan, tehát az a kiszámíthatatlanság és ilyen hirtelen árnövekedések, amik Kelet-Európában jellemzőek, ez szorosan összefügg ezzel a tágabb gazdasági helyzettel, meg ilyen függő viszonyokkal. Aztán egy másik következmény, ugye ez a magasabb hozamelvárás, itt ezen a grafikonon az új lakáshitelek kamatszintjét látják, itt is a sárga Kelet-Európa, a fekete az a centrum, tehát Észak- és Nyugat-Európa, és a szürke pedig Dél-Európa, ami középen van. És akkor itt az látszik, hogy hiába van az, hogy az elmúlt 20 évben szisztematikusan csökkenő kamatszintek voltak, a különbség mindvégig megmarad, tehát hogy az európai perifériákon mindig magasabbak a hozamelvárások, mint a centrumban. És akkor mindennek van egy olyan hatása az országon belül, hogy van egy polarizáció a lakáspiacon, amit többféle szempontból is lehet érteni. Egyrészt a területi egyenlőtlenségek szempontjából, tehát ez meglátszik mind a lakásárakban, mind a tranzakciók számában, és 2015 óta különösen, hogy egyre nagyobb különbségek vannak, főként Budapest és az ország többi része között, de általában a városok és a vidéki részek között is. És itt ez... Hát ebben most lehet, hogy nem megyek bele, de
az egyik legnagyobb banknak a lakáshiteleinek a területi mintázatairól szól ez az ábra, és akkor itt minél alacsonyabban vannak a grafikonon a vonalak, annál kisebb a területi koncentráció, tehát annál szélesebb körben terítik a lakáshiteleket, és ugye látszik, hogy a válság előtti években volt ez jellemző, hogy egyre kiterjedtebb módon hiteleztek területileg, és itt pedig ahogyan megy föl, ez egy úgy hívják, hogy Hoover Index, tehát hogy itt pedig egyre nagyobb a területi koncentráció, ami annak a jele, hogy a válság utáni években nagyon erősen a városokban hiteleztek a pénzintézetek. Tehát van egy területi egyenlőtlenség hatása, van egy társadalmi egyenlőtlenség hatása, a válság utáni lakáshitelezés társadalmi szempontból nagyon szelektív, aminek vannak persze jó oldalai is, viszont nincsenek megoldások azok számára, akik kiszorulnak ebből, illetve általában az, hogy igen, az egész lakáshitel alapú lakhatási rendszernek önmagában is van egy társadalmi szempontból polarizáló hatása, mert kinyitja a vagyoni ollót, mert tehát igazából az, hogy a hitelfelvétel az lehetőség vagy csapda, az nagyon erősen azon múlik, hogy milyen a társadalmi helyzete a hitelfelvevőnek, és milyen a jövedelmi helyzete, mert természetesen a hitelfelvétel az egy nagyon nagy lehetőség, tehát egy ilyen vagyongyarapítási lehetőség, és csak viszont abban az esetben meg nagyon kockázatos és egy eladósodási spirálhoz tud vezetni, hogyha valakinek nincsen elég magas és elég stabil jövedelme, vagy egy olyan kapcsolati tőkéje, ami ki tudja segíteni adott esetben, hogyha baj van. Tehát, hogy itt csak amellett akarok érvelni, mert ez sokszor jön ez a kritika, hogy miért kell a lakáshitel alapú, vagy lakástulajdon alapú lakásrendszer ellen érvelni, hiszen ez sokak számára egy örökíthető vagyont jelent, persze, csak pont ezáltal ugye egyre nagyobb a különbség azok között, akinek van örökíthető vagyona, vagy aki hozzáfér kedvező feltételekkel lakáshitelhez, és aztán ezt úgy tudja fizetni, hogy abból nem adódnak anyagi gondjai, azokkal szemben, akik nem örökölnek, illetve akik nem férnek hozzá kedvező lakáshitelekhez, és máshogy oldják meg a lakhatásukat, és a jövedelmüknek egy nagyon nagy részét erre költik. Tehát, hogy az, hogy nincsenek más lakhatási lehetőségek a magyar lakáspiacon, az már most is látható módon hozzájárul az egyenlőtlenségek növekedéséhez. Ezt a diát átugram, azt hiszem, itt csak egy ilyen feltérképezést csináltam arról, hogy milyen típusú vállalatok vannak jelen a lakáspiacon, és talán erről beszélnék inkább néhány mondatot. Arról, hogy miért gondoljuk azt, hogy hiányzó lakásszektorok vannak a magyarországi lakáspiacon. Itt ez egy ilyen létre, ugye, aminek hiányoznak bizonyos fokai, és az állításunk, hogy Magyarországon egy nagyon szegmentált lakáspiac van, ahol nem, tehát, hogy az nem igaz, hogyha a lakáspiac tetejére befektetünk, meg ott vannak támogatások, vagy bizonyos intézkedések, akkor az majd az egészet fel fogja húzni, mert valójában ezek ilyen egymástól elkülönült szegmensek, tehát itt a tetején van egyrészt a befektetési célú lakásvásárlás, másrészt a tulajdonszerzés, illetve azok az állami támogatások is. Tehát akik számára hozzáférhetőek az állami támogatások, ők is ide tudnak bekerülni. Itt ez a piaci lakásszektor, ez pedig az önkormányzati bérlakásszektor, illetve az intézményi lakhatás. És hogy ezek között iszonyú nehéz az átlépés. Tehát valaki olyannak, aki önkormányzati bérlakásban él, az, hogy aztán egyik hónapról a másikra egy piaci albérletet ki tudjon fizetni, az gyakorlatilag lehetetlen, mert akkora különbségek vannak, és ugye tudjuk, hogy az önkormányzati bérlakásokhoz pedig nagyon kevesen férnek hozzá. Ugyanígy, ha valaki piaci albérletben lakik, és a jövedelmének az 50-60%-át elkölti a bérleti díjra, az nem fog tudni csak úgy örökség vagy valami más támogatás nélkül átugrani a tulajdonosi szektorba. És ezek egyre inkább növekvő szakadékok. Tehát, hogy a lakástulajdon valójában emiatt sokak számára nem elérhető, hiába van az a narratíva, hogy végül mindenki ott fog kikötni,
és ez itt elcsúszott, tehát hogy csak az van a deírva, hogy a több megfizethető bérlakás és a kiszámítható intézményi környezet az egyébként az egész lakáspiacra stabilizáló hatással lenne. Nem, bocsánat. Jó, és akkor itt lassan eljutok a végéhez. Tehát összességében szerintem a jelenlegi lakásfinanszírozási rendszernek az a problémája, hogy ráerősít azokra a polarizáló folyamatokra, amik egyébként is léteznek a lakáspiacon, és van egy intézményi vákum, ami alatt azt értem, hogy nincsenek olyan szereplők, amik intézményes módon jelen lennének a lakáspiacon, és emiatt ilyen magánszemélyek közötti tranzakciókon múlik az, hogy mi történik, illetve ezért nincsen szerintem számottevő mennyiségben bérlakás, elérhető áru bérlakás Magyarországon, mert ezt az ilyen kis befektetők nem fogják létrehozni. És emiatt aztán számos háztartás kiszorul a megfelelő lakhatási megoldások közül, körében. És akkor hogyan lehetne beavatkozni? Egyrészt szerintem ezek a közvetítő szerepek nagyon fontosak a finanszírozó intézmények és a háztartások között, ami pedig átvezet oda, hogy olyan intézményekre lenne szükség, amik lakásokat tulajdonolnak és üzemeltetnek, és ezeknek különböző formái lehetnek, lakásügynökségek, lakásszövetkezetek, lakáskezelő társaságok, ennek lehet önkormányzati, állami vagy akár piaci formája is, és ehhez viszont új finanszírozási eszközöket kell kialakítani, és ez így kanyarodik vissza az előadás elejéhez, hogy amíg nincsen a piaci szereplők és az állam részéről arra hajlandóság, hogy másfajta lakásfinanszírozási eszközök ki legyenek alakítva, mint az egyéni lakáshitelezés, addig szerintem nagyon nehéz lesz abban elmozdulni, hogy legyenek olyan intézmények, amik tudnak ilyen lakásokat üzemeltetni. És akkor persze a szabályozás szintjén is lenne mit tenni bőven, de abban most nem fogok belemenni, illetve hogy ne prociklikus intézkedések legyenek a lakáspiacon, amik így még rontják a helyzetet. Igen, és akkor itt már szerintem nem megyek bele, mert már nagyon régóta beszélek, bár nem nincs előttem óra, de abban majd később beszélgethetünk erről esetleg, hogy mit is jelentene ennek az intézményi vákumnak a meghaladása, illetve hogy ehhez milyen finanszírozási eszközökre lenne szükség. Még erről van két diám, de talán gondolatébresztőnek ennyi most elég lesz. Én azt hiszem, hogy két nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, amit mondott. Az egyik a lakáspiac rendkívüli szegmentáltsága és a polarizáció, ami azért is érdekes, mert hogyha átugorhatatlan szakadékok vannak, én azt gondolom, hogy a 21. században a lakhatáshoz való jog az valahogy megilletné az embereket, és ugye amiről a Zsuzsa beszélt, az, hogy erre úgy tűnik, hogy kevés lehetőség van, és ebben én azt gondolom, hogy a mi lakáspolitikánk is komoly hibákat követett el. A következő előadónk, hogyha elkészül a technikai feltételekkel, Árva László közgazdász barátom lesz, akit arra kértem, hogy hozzon nemzetközi példákat is, hogy hogyan, máshol hogyan kezelik a lakáspolitikai helyzetet. És akkor Lacit kérem, hogyha működni fog a dolog, akkor... Én Árva László vagyok egyébként, és együtt dolgoztunk Péterrel még a tervhivatalban a rendszerváltást megelőzően. Aztán utána sok mindent csináltam, többek között Bott Péter Ákos barátommal dolgoztunk együtt, a kis országos kisvállalkozás fesztizsodának voltam az elnöke, aztán amikor Péter bement a Nemzeti Bankba, akkor én kaptam egy felkérést a Kupa Misitől, hogy menjek el és dolgozzak Párizsban, mint pénzügyi tanácsos, egyszerre képviselve Bodot, aki a Nemzeti Bank elnöke volt, meg Kupát, aki viszont a pénzügyminisztériumban dolgozott. Ó, kiváló! Na, gyakorlatilag arról van szó, hogy aztán utána sok mindent csináltam, többek közt, most ott is van rajta valahol a következő, remélem, ez a ESCA logó, ez egy francia business school, ami itt van Magyarországon, és éveken keresztül főállásban voltam náluk, én professzor. Aztán utána beteg lettem, elmentem nyugdíjba, de még mindig tanítok, meg elég sok órán van itt a tanot. Na, a lényeg az, hogy a kiinduló pont nekem az, hogy a lakhatás egy alapvető jog, olyan, mint az egészség. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy amit Amerikában csináltak, most éppen most olvastam, hogy
egy Covid fertőzésen átment ember kijött a kórházból, és ki kellett fizetnie 100 000 dollárt azért, hogy ellátták ott. És ezért általában nem szoktak kifizetni neki a magánbiztosító rendszer. Ez egy szörnyű dolog egyébként, már csak azért is, mert itt nem csak arról van szó, hogy ő meghal, hanem továbbadja a fertőzést másoknak is. Ez egy közegészségügyi probléma. Hasonlóképpen gondolom, hogy akár ugyanilyen alapelvként tekinthető a lakhatási jog is, ami nagyon fontos egyébként. És jelenleg az a probléma, hogy nagyon sok probléma van a lakáshelyzetben. Nálunk igazán van Péter, nagyon sok mert elrontottam jelen, én is felelős voltam ezért a rongálásért, nem csak a lakás ügyeket rontottunk el, sok mást is. Lényeg az, hogy mi az, hogy meg, ez affordable lozsma, vagy affordable flat, vagy affordable housing. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy megfizethető lakások legyenek, ami nem azt jelenti, hogy mindenkinek a rózsadom tetején kell laknia. Ez nyilvánvalóan attól függ, hogy mennyi a pénze, meg milyen lehetőségei vannak, de azért az nem járható dolog egyébként szerintem, hogy csak azért, mert nincs pénze, hogy ne lakjon sehol. Egyébként igazság szerint, amit a Zsuzsa mondott, az nagyon érdekes volt az a része, hogy területileg milyen különbségek vannak, és én katasztrófának érzem azt, hogy ma Magyarországon a lakásoknak a jelentős rész, gyakorlatilag teljes teljedelmében bérlakás, nem bérlakások, hanem tulajdonok. De ez azért érdekes, mert a családban van csomó ismerősöm, akik nem kis helyekről, hanem nagyobb vidéki településekről akartak fölköltözni Budapestre, azok eladtak egy nagy lakást, nem mondom nekem melyik városban, de megyeszékhelyen, és abból gyakorlatilag egy kutyaólat nem lehetett venni itt Budapesten. Tehát ezért ez a társadalmi mobilitás, ami a munkaerőpiacon egy borzasztó fontos lenne, területi mobilitás nyilvánvalóan, arról szól nem a társadalmi, területi mobilitás, ez nem működik így. Tehát ez nem úgy van, mint Amerikában, hogy van egy állás lehetőségem Kaliforniában, és akár New Yorkból át tudok költözni oda, mert viszem magammal magamat, és olyan olcsók egyébként a földterületek, valamint maga a ház fölépítés, ez nem működik itt Magyarországon. De egyébként érdekes, hogy Európában sokfelé működik, nagyobb arányban szerepelnek a piacon a bérlakások, mint a tulajdon. No, és a másik az, hogy ennek egy következménye itt jelenleg Magyarországon, nagyon sokan kiköltöznek az agglomerációba, lévén, hogy az inkább megfizethető, mint hogy valahol vegyen valamit a városon belül. És ez elég borzasztó egyébként, mert ezt nem lehet, gyakorlatilag nem élhető emiatt Magyarország, mert ha naponta megyek be a városba, egy órát elutazok azzal, hogy valahol eljussak, akár kocsival megyek, akár tömegközlekedéssel, és ez nagyon fölörli az idegeit az embereknek, és ez nem jó. Ugye gyakorlatilag több probléma kapcsolódik, az egyik a lakások ára, amiről fogok beszélni, a másik az élhető város koncepció, valamint a környezet és a város kapcsolata. Eleve meg elmondanám, hogy amit most mondok példákat, nem mind jó példa, mert külföldön is van egy csomó jó példa, mert egy csomó rossz példa. Általában magyarok mindig a rosszakat szoktuk eltanulni és átvenni, nem egy jó ötlet. De most igazából az a probléma, hogy amennyiben nem az állam és nem az önkormányzatok csinálják a lakásoknak a építését, építtetését és működtetését, akkor a támogatások eredménye gyakorlatilag csak az lesz, hogy többet kell fizetni, és ezt a vállalkozó zsebre teszi. Tehát igazából nem lesz olcsóbb a lakás ettől általában, de Magyarországon is ezt ismerjük. Na, mutatok azért egy-két példát. Valószínűleg sokan ismerik ezt Bécsben, ez a Karl Marx Hof, amit 27 és 30 között építették, önkormányzati pénzből. Akkor volt egy nagy felfutása a szociáldemokrata pártnak Ausztriában, és akkor csináltak olyat, hogy megfizethető áru bérlakásokat csinált a bécsi önkormányzat, ők építették és ők is kezelték. Tehát ez egy működő modell volt. Ez egy nem annyira jó elképzelés, de először úgy indult, ez a Le Corbusiernek a lakógép elképzelése, ami arról szólt, hogy a lakás épp olyan, mint egy gép. Tessék oda betenni az embereket, és nagyon jól ellesznek ott addig, amíg meg nem halnak. Ez egy marseilli példa egyébként, és tulajdonképpen ebből alakultak ki utána később az áselemek, ez a Habitation a Loyer Modéré, tehát ezek az olcsó bérlakások, amik elég sok rossz példát adtak, mert
hát igazából az önkormányzatok nem tartották annyira a karban, mint amennyire kellett volna, és akkor volt egy jelentős bevándorlási hullám Franciaországban, akkor kezdődött már a 50-es években. Szükség volt a olcsó munkaerőre, aztán hozták őket, ennyi történt. És ezek nem feltétlenül mindig úgy laktak, hogy ez a többieknek jó lett volna, tehát igazából lepusztultak ezek a házak, ezek a lakások, és elég sok rossz ötlet alakult ki körbe, és emiatt egy elég rossz imidzse alakult ki ennek az egésznek, és ma Magyarországon azt gondolom, hogy ha az a kérdés, hogy miért nem készítünk olcsó bérű bérlakásokat, akkor rögtön jönnek az ellenpéldák, hogy tessék megnézni az HLM-eket, mennyire nem működtek, vagy tessék megnézni a régi tanácsi lakásokat, mennyire nem működtek. Tehát ezek mind érvek, amelyek nem feltétlenül igazak ma már a 21. század elején. No, tehát lényeg az, hogy milyen módszerek vannak más EU országokban. Például ugye van az, hogy annak a területnek a támogatása, amire építeni fogják a lakást, ez is létezik. Magát az építést is szokták támogatni egyébként, meg vannak ingatlanfejlesztési támogatások, valamint van egy csomó olyan dolog, hogy a bérleti jogot szabályozzák, hogy tilos emelni a bérleti jogot, ami nagyon rossz ötlet egyébként, nagyon sok rossz példa van rá. Meg a bérlők támogatása is létezik. Na most igazából ez Franciaországban úgy külön válik a földtulajdonjoga, meg a felépítmény, tehát a háznak a tulajdonjoga egymástól. És ami érdekes itt, hogy non-profit szervezetek tulajdonolják és hasznosítják a földeket. Ezáltal ki lehet védeni azt, hogy lenyúlják a pénzt, amit nem is nekik szánt volna az állam. És erre a kivitelezők, vagy ezek for-profit cégek, megfizethető piaci bérlakásokat építenek. És ez egy nagyon jó konstrukciónak tűnik. A másik, ami érdekes, hogy Írországban, Luxemburgban, Svájcban az állam a piaci ár alatt adja át, vagy adja bérbe a tulajdonában levő földeket megfizethető lakás céljából. Nyilván csak akkor kapják ezt meg ilyen áron, hogyha ilyet építenek, és csak addig érvényes ez a deal, ameddig ilyent működtetnek rajta. Németországban állami támogatás igényelhető az energiatakarékos házak után, Svédországban viszont a központi költségvetésből segítik a kedvezményes bérlakás programot bonyolító helyi önkormányzatokat. Ez figyelemre méltó, helyi önkormányzatok csinálják ezeket a lakásprogramokat, és az állam ahelyett, hogy veszekedne a helyi önkormányzatokkal, amire volt például Kelet-Európában, ezek támogatják ezeket az önkormányzatokat, mert abból indulnak, hogy egy hajóba neveznek. A következő Dániában, ott a költségek 10%-át kamatmentes állami hitelből, 88%-át államilag garantált banki hitelből, a fennmaradó 2%-ot pedig a leendő lakók letéteiből finanszírozzák. Ezen kívül Hollandiában van hasonló program, Ausztriában a személyi jövedelemadó meghatározott részét a munkavállalói, illetve másik részét lakáscélú támogatásra költik. Tehát ezek is olyan dolgok, hogy pénzügyileg nagyon sok mindent ki lehet találni, amelyek működnek. A másik, ami lehetséges megoldás, hogy adnak áfacsökkentést a lakásépítésre, vagy a lakásokra. Ez Magyarország mindig kérdés volt, hogy mennyi a lakások áfája, hogy legyen, mint legyen. Ez egy fontos történet egyébként. És Franciaországban pedig azoknak a bérbeadóknak, akik a megfizethető bérleti díjat határoznak meg, adókedvezményt adnak. Nyilvánvalóan csak addig, ameddig ezt nyújtják. Ha már nem nyújtják, akkor nem kapják. Csökkentett áfát kell fizetni azon ingatlanok összefüggésében, amelyek legalább a lakások 25%-a megfizethető. Tehát ez is egy ösztönzés, hogy hogyan lehetne levinni az árat. És a Dániában pedig előírják, hogy az összes lakóingatlan lakásokban legalább 25%-a az úgynevezett megfizethető kategóriába essen, ami nagyon fontos egyébként. És ami érdekes, hogy ezt nem csak mondják, de ezt be is tartatják. Spanyolországban is vannak hasonló megoldások, Hollandiában is, Olaszországban is, de most inkább futok tovább. Magyarországon ez azért érdekes kérdés, mert igazából nem nagyon vannak bérlakások. Vagy ha van, akkor nagyon rossz minőségűek. Vagy fönn vannak a várban jó minőségűek, de azokat megpróbálják majd lenyúlni nyilvánvalóan. Ugye mik az okok ennek, hogy nincsenek bérlakások? Hát ugye ez a szocialista volt rossz tapasztalatai. Nem voltak ezek a bérlakások a KIK vagy a FIK kezelésében jó állapotban.
De ugyanilyen rossz példa volt Franciaországban áselemekkel, most már szerintem ezeket kezdik rendbe tenni. Én elég régen nem éltem már, nem élek már Franciaországban, volt egy idő, amikor kint dolgoztam. Akkor az volt a példa, vagy az volt a szlogen, hogy le kell bontani az összes ilyen nagy áselemet, mert ezek nem működnek így, és kisebb egységeket kell létrehozni. Ez is egy megoldás lehet. A másik, hogy van egy csomó probléma a szociális bérlakással kapcsolatban, nem mondom azt, hogy Magyarországon nincs rasszizmus, sajnos van, és ebben a dolgban persze ez is befut. No, van egy másik történet, ami szerintem legalább annyira érdekes, mint ezek a dolgok, hogy hogyan lehet megfizethető bérlakást csinálni. Ez a 15 perces városjavaslat, meg a zöldváros koncepció, meg alternatív építőanyagok használata, amik jelentősen csökkenthetik egyébként a bérlakásoknak, a lakásoknak az árát. De ez egy nagyon érdekes térkép, ez Párizs arról szól, hogy gyakorlatilag az egész agglomeráció vezeti a 60 kilométeres körbe veszi körül Párizs közepét. És ez nem mondom, hogy nagyon nehéz bejutni oda, nekem is volt egy csomó ismerősöm, akik a Banque de France-nál, akkori francia nemzeti banknál dolgoztak, ami itt van benne teljesen a közepén valahol, és jó messze laktak. Ezek általában fölültek reggel az RER-re, amely nagyon jól működő rendszer volt, és nagyon gyorsan, se perccel be tudtak menni a munkahelyükre. Kocsival nehezebb lett volna megcsinálni, nyilvánvalóan csinálják, de ettől függetlenül nem egy jó dolog. Magyarország szerintem e felé, Budapest főként, e felé a kudarc felé araszolunk. Mindenki ki akar költözni a belvárosból, a agglomerációba. Nyilván azért, mert sokkal olcsóbb, kellemesebb állítólag, szerintem nem is sokkal kellemesebb, mert oda is el kell jutni, tehát igazából nem olyan sok időt töltött el. No, ez a 15 perces városkoncepció egy Carlos Moreno, francia-kolumbiai tudósnak a javaslata, lehet, hogy sokan hallottak róla közben, ez arról szól, hogy minimalizálná az utazást a városon belül. Nevezetesen azt mondja, hogy úgy kéne kialakítani a városokat, úgy kéne átalakítani ezeket, hogy 15 perces biciklizéssel vagy sétával ne kelljen messzebb menni, ahhoz, hogy minden szükségletemet ki tudja elégíteni, munkahelyet alapvetően nagyon fontos, lakás, munka, egészségügy, étel, oktatás, kultúra, szórakozás, mind legyen megtalálható egy ilyen kis területen. Ezt persze könnyebb mondani, mint megcsinálni. Nyilvánvalóan maga az ötlet végig gondolandó, és elképzelhető lehetne valamit csinálni vele. Ugyancsak azt mondja a Carlos Moreno, hogy ezek a minivárosok lennének saját irodanegyeddel, sportlétesítménnyel, kávézókkal, éttermekkel, egészségügyi intézményekkel, iskolákkal, saját zöld területekkel és kultúrás központokkal, a parkolók helyett pedig bicikliutakat kell építeni. Ez egy állandó vita egyébként Franciaországban, hogy mi legyen az autósok és a biciklisták között a megoldás. És ami érdekes, hogy ez az Anne Hidalgo, egy jelenlegi polgármester Párizsban, és nagyon értelmes nő, ő ott éppen evez valamelyik. Tehát ez a Pont Neuf alatt valami versenyen. Ő nagyon támogatja ezt az elképzelést, és azt mondja, hogy nem kell vitatkozni az autósokkal, meg kell csinálni, és aztán majd látni fogják, hogy működik. És ezért most kitalálták azt, hogy a sebességkorlátozás Párizsban levitték 50-ről 30 kilométerre. Tehát ez, és működik. No, ez egy nagyon lényeges dolog egyébként, ez, amit előbb mondtam, és ez gyakorlatilag a 15 perces város és a zöld város mind a kettő együtt, de ettől lesz egy város zöld, hogy nem kell autóval bemenni, elmenni máshol. Egyébként Bécsben már szerintem most ezek a dolgok működnek tulajdonképpen. Legisztán úgy emlékszem, hogy amikor legutóbb ott jártam, nem beszéltem a városvezetéssel, de azt hiszem, hogy mindenféle dolog működik. A másik az a új technológiák. És itt nem feltétlenül kell ragaszkodni a régi építési technológiákhoz. Ez nagyon fontos, mert most jelenleg mindenütt az van, hogy kézi munkával zsaluzott betont csinálnak. A gépesítés legfeljebb annyi, hogy ezzel a csővel belenyomják a betont, az viszontlátás. De ehhez vannak jobb megoldások is, például lehet műanyagokat vagy egyéb anyagokat használni, és 3D-s nyomtatással dolgozni, ami sokkal olcsóbb tud lenni, és gyorsabb is. Tehát itt a technológiát kéne támogatni, mert a technológiai átállásra nem olcsó, tehát ez nyilván pénzbe kerül. Itt van néhány példa erre, ez egy hollandiai példa, ez egy szintén egy európai példa, ez pedig egy másik európai példa. Lehet látni, hogy milyen szépen nyomtatták ki ezeket a dolgokat, és mint amennyire a nyersbetonnak van egy nagyon jó hangulata, ez ennek a nyomtatott és eléggé
tagolt felületlennek is van jó hangulata. Itt a Kaliforniában is ez egy olyan lakó rész, ahol nyomtatják a házakat. És ez azért is jó, mert Amerikában jellemző módon nagyon sokáig ilyen papírházakat építettek, tehát kartonból, meg könnyű szerkezetes dolgokat, ahhoz képest ez szerintem sokkal jobb. A másik, hogy Magyarországon is létezik ez a 3D-s nyomtatás, ez a KPCS House, KFT 3D-s családi ház nyomtató robottal épít családi házat, itt a robot éppen csinálnak meg Magyarországon, Szlovákiában, Ausztriában, és ez pedig a Construction 3D vállalattól szerezte a technológiát, amiről néztem a neten, de nem derült ki, hogy mi ez a 3D Construction vállalat. Tehát ezekkel lehetne nagyon sok mindent csinálni, következtetések. A külföldi finanszírozási megoldások esetenként sikeresek csak, nem mindig. De attól, hogy valamit nyugaton csinálnak, nem biztos, hogy működik Magyarországon. Lehet, hogy ott sem működik. Új típusú támogatási módszerekre van szükség, és mindenképpen nagyon fontos, hogy nagyobb állami és önkormányzati szerepállást legyen benne. Tehát lehet, hogy ő neki kéne megépíteni, akárcsak ez a Karl Marx Hof példája. Nekem ez egy nagyon jó példa. Valamint új várostervezési elveket és új technológiákat kell találni, és ezzel lehet segíteni együttesen a megfizethető lakások elérhetését. És persze ezek együttesen is alkalmazható. Köszönöm szépen, ennyi volt a mai előadásom. Kardos Péterként én következnék egy rövid előadásra. Erre mondtam, hogy a hóhért akasztják, hogy most az egyszer kénytelenek lesznek előadóként hallgatni egy pár percig. Amiről én szeretnék beszélni, az egy tavaly ősszel írt tanulmányom, amelyikkel a bérlakásépítéssel foglalkoztam, és amelyiket aztán elküldtem önkormányzati tisztségviselőknek, a szakmába, olyanoknak, akik kormányprogramok kidolgozásába foglalkoznak. Az elmúlt egy évben a szakmából kaptam visszajelzéseket és néhány ötletet. De azért megpróbálkozom újra, hogy hát ha valami megvalósul. Egyébként ezeknek egy jó része hajazik arra, amit a Laci meg a Zsuzsa elmondtak. Azzal kezdeném, hogy a 90-es években ugye csökkent drasztikusan a bérlakás állománya, amikor a tanácsi lakásokat eladták az önkormányzatok anyagi okokra hivatkozva, és az döntően nagyon kedvezményes áron a bent lakók vehették meg. Jelen pillanatban olyan 100-110 ezer az önkormányzati bérlakás állomány, 90 előtt ez 700 ezer volt. Ez a 100-110 ezer az összes lakásállománynak mindössze 3%-a. A szociális bérlakások pedig az összes lakásállomány 1,5%-át teszik ki. Ha hozzátesszük ehhez azokat a lakásokat, amiket magántulajdonosok adnak bérbe, akkor olyan 420-430 ezer bérlakás jön ki, ami nagyjából olyan 14% az összlakásállományon belül Magyarországon. Az Európai Unióban az átlag 30%. Tehát csak 3 vagy 4 olyan országban, ahol a bérlakásállomány kisebb lenne, mint nálunk. Azt gondolom, hogy ez egy elég súlyos probléma, hiszen a bérlakás állomány és a bérlakások számának megfelelő száma nagyon sok mindenben segíteni a magyar társadalmat és politikát. Egyrészt lehetővé teszi a fiatalok első lakáshoz jutását olyan esetekben is, amikor a szülők nem tudtak egy csomó pénzt összeszedni ahhoz, hogy a beugrót befizessék, és így hamarabb juthatnának a fiatalok az első lakáshoz. Elősegíti a munkahely változtatás miatti mobilitás, tehát hogyha valaki munkahelyet akar változtatni, akkor ugye, ha van elég bérlakás, akkor nem kell eladni a lakását, új lakást venni, hanem bérlakásba megy. A harmadik, amit kiemelnék, az az életkorhoz igazodó mobilitás. Ugye hát én most már ugye a 7. évtizedet kezdem taposni, tehát van némi tapasztalatom, és ugye azt láttam, hogy amikor elkezdtük az önálló életünket a feleségemmel, akkor ketten voltunk, és elég volt egy kis lakás. Aztán jöttek a gyerekek, akkor viszont kellett egy nagyobb lakás, hogy elférjünk. Most, hogy a gyerekeim is felnőttek, most meg megint elég lenne nekünk egy kisebb lakás, ezzel szemben
ugye a legtöbben maradunk abban a lakásban, amiben voltunk, mert bonyolult a lakáscsere, rengeteg idős ember lakik 80-100 négyzetméteres lakásokban, amiknek a fenntartása is nehéz. Mindezeket a tényezőket segíteni egy bérlakás állomány. Ma ugye a magyar lakáspolitika véleményem szerint a tulajdonszerzést preferálja. A lakásbérlés, az a szociális lakásépítések kivételével nincsen igazán kedvezmény, és ezért kényszerűségből is mindenki inkább a tulajdont akarja megszerezni. Milyen lehetőségek lennének a bérlakás állomány növelésére, és itt néhány javaslatot szeretnék elmondani, ami közül lehet, hogy néhány használható. Az egyik ilyen lehetőség a bérlőknek az állami támogatása. Tehát ilyenkor azt mondjuk, hogy a bérleti díjnak egy részét az állam átvállalja, mégpedig úgy, hogy pályázati alapon megmondja, hogy ki jogosult kedvezményes bérleti díjra, vagyis hogy ki az, aki kaphat az államtól a bérleti díjhoz támogatást. Jellemzően mondanám, hogy egy olyan magyar, Budapesten olyan 140-150 ezer körül van egy átlagos bérleti díj, amit marha nehéz kifizetni egy mondjuk egy kétgyerekes családnak. És a vidék megyei jogú városokban is ez 100 ezer forint. Hát ez egyrészt megfizethetetlen, másrészt emiatt nem is nagyon van olyan típusú bérlakás építés, amelyik nem a külföldieket, vagy nem a turistáknak a bérbeadás célját szolgálná, hanem hosszú távú bérbeadási célra történne. Ez a bérlői állami támogatásban én egy ilyen számszerű példát mondanék, hogyha azt mondanánk, hogy 50 ezer forint támogatást ad lakásonként mondjuk Budapesten az állam átlagosan, akkor egy olyan 90 ezer forint körüli bérleti díj jön neki, ami figyelembe véve, hogy 230 ezer forint ma a nettó medián átlagkereset, a medián az az a kereset, ami ugyanannyian vannak alatta, mint fölötte, ez most 230 ezer forint, két kereső esetén ez 460 ezer forint, tehát egy ilyen 20% körüli lenne ez a 90 ezer forint, ami még valószínűleg fizethető lenne. Vidéken nyilván, hogy kevesebb támogatással is el lehet érni ezt a alacsonyabb bérleti díjat. Lehet támogatni a bérlakást kiadókat azzal, amiről már itt a Laci is beszélt, hogy adókedvezményt kapnak azok, akik legalább 2 vagy 3 évben lakás céllal adják bérbe a lakásukat, tehát eszély a kedvezményben részesülnének, aminek az lenne az előnye, hogy ma akkor talán többen vállalkoznának arra, hogy a lakást lakás célra adják ki, hogyha valaki itt a belvárosban sétál, látja, hogy a lakások jelentős részében irodák működnek. Tehát a lakásállományunk jelentős része kihasználatlan. Lehet esetleg áfa kedvezményt is adni a lakásépítések esetében, és van olyan javaslat, amelyik azt mondja, hogy ha magánbefektető bérlakást épít, akkor az építkezéshez is kapjon támogatást. Ami nekem az a problémám, hogy ezt elég nehezen lehet ellenőrizni, hogy nem lesz visszaélés. Ami nagyon fontos, hogy egy ilyen rendszernek, ahol támogatjuk a bérleteket, a lakbéreket, átláthatónak és transzparensnek kell lennie. Tehát kormányzati jogszabályban kell meghatározni, hogy kik jogosultak erre, meg lehet határozni azt, hogy különböző családnagyság esetén mekkora lakásig járhat ez a támogatás, milyen a maximális kedvezmény összege, milyen mértékű lakásra lehet ezt igénybe venni, és természetesen elő kell írni, hogy a lakás nem adható tovább, a lakásbérlet nem adható tovább. A visszaélések jelentős részét ugye most látjuk, hogy abból van, hogy ezekkel üzletelnek. És ugye, ahogy mondtam, hogy transzparens pályázati rendszerben, én azt gondoltam, hogy erre az önkormányzatok lennének a legalkalmasabbak, mert ők ismerik az adott területet. Egy másik lehetőség a lakás építésnek a támogatása az önkormányzatoknál. Ez ugye azt jelenteni, hogy most 100 ezer lakás van, ez évi 8-10 ezer lakás megépítését, hogyha megcíroznánk, az egy nagyon jelentős összeg viszont.
Ugye úgy számoltuk, hogy ha Budapesten azt mondjuk, hogy 700.000 forint egy négyzetméter ára egy lakásnak, akkor egy 50 négyzetméteres lakás 35 millió forint. Ha ehhez 20% támogatást ad az állam, az 7 millió forint lakásonként. 5000 lakásnál lesz 35 milliárd forint, 10000-nél 70 milliárd forint évente. Jó, hát persze ez ugye belefér egy erdészeti vagy vadászati kiállítás összegéből éppenséggel kihozható lenne, de itt is nagyon fontos, hogy csak ott épüljenek ilyen lakások, bérlakások, ahol a megélhetés egyéb feltételei is adottak. Tehát magyarán biztosítva lesz az óvodába járás, az iskolába járás, a magyar egészségügyi ellátásnak legalább az a szintje, ami helyenként még megvan, és egy órán belül lehetőleg el lehessen jutni tömegközlekedéssel a munkahelyre. Nem 15 perc, de legalább egy óra. Mert egy csomó helyen úgy épülnek, olyan lakások vannak, amiknek egyszerűen nincs értelme felújítani, mert nincs a közelben munka lehetőség. Az önkormányzatok lehetőségét növelni az is, hogyha az önkormányzatok maguk vennének bérbe lakásokat azoktól a magántulajdonosoktól, akik szívesen adnák az önkormányzatoknak bérbe a lakást, aminek számukra az az előnye, hogy egy, biztosak lehetnek benne, hogy az önkormányzat ha csak nem megy csődbe fizetni fog. Nem kell harcolni esetleg a magán bérlővel, hogy most fizet vagy nem fizet. Másodszor az egész dolog transzparens és megszervezhető, és egy kellő biztonságot ad a bérbeadónak. Ebben az esetben ezt a lakást utána az önkormányzat bérbe adja az arra jogosultaknak, akiket szintén rendeletben határoz, állapít meg, akik kedvezményesen bérelhetnék ezeket a lakásokat. Amennyiben bár ilyenek nincsenek, de még mindig van bérlakás, akkor azt pedig piaci alapon lehetne eladni a maradék lakásokat. Itt is nagyon fontos, mint ahogy a bérlakás építésnél az állami támogatás esetén én előírnám, hogy az önkormányzat 20-25 évig a lakást nem adhatja el. Tehát bérlakásként kell hasznosítani, hogyha az építéshez állami támogatást vett föl. Technikailag segítséget nyújtanának ezek a lakásügynökségek, amiről a Zsuzsa tulajdonképpen itt a végén említette, ha erre gondolt, hogy az önkormányzatok is például létrehozhatnak ilyen lakásügynökséget, azt a János erről tudva, Kuna János valamit mesél, az első kerületben ez működik, ahol ugye ezeket a lakásokat bérbe veszik, másrészt maga ez az ügynökség felkutatja az üresen álló lakásokat, beleértve az önkormányzati lakásokat is, és a felújításhoz, és ahol értelmes, ott felújítja, és utána ő adja bérbe. Egy ilyen ügynökség transzparens is lenne, és hatékonyan működne. Egyébként Zuglóban is elkezdték ezt a szisztémát. Ami pozitívum, az az, hogy azt kezdem érezni, hogy de lehet, hogy tévedek, hogy elkezdtek foglalkozni a pártok is azzal, hogy jó lenne, hogyha több lenne a bérlakás. Hogy egy komoly probléma, hogy kevés a bérlakás Magyarországon, elég sok a lerobbant lakás, és a programjukban szerepelnek ilyen célkitűzések, és néhány kerületnél elkezdődtek kedvező dolgok. Egyébként az államnál is észrevettem, itt az állami eszközkezelőt kapcsolták be, amelyik ugye a devizahitelesek lakásaival foglalkozott, akiket ugye részben visszabérlik, és amennyire én tudom, most kialakul egy koncepció, hogy a Máltai Szeretetszolgálatra és a Református Egyházzal közösen próbálnák ezeket a lakásokat, további állami tulajdonú lakásokat bérlakásként üzemeltetni és odaadni az arra rászorulóknak. A dologban az a pozitívum, hogy a Máltai Szeretetszolgálatnak arra is van tapasztalat, hogy hogyan kell segíteni a rászorulókat, tehát nem csak a lakásról van szó, hanem egy mentorálási programról, hogy ezek az emberek aztán tudjanak dolgozni, munkalehetőséghez jussanak és normális élethez. Én azt
gondolom, hogy fontos, hogy ezen a mai beszélgetésünkön is szóba került a lakáskérdés. Kicsit olyan, mint amikor 5-6 évvel ezelőtt az alapjövedelemről tartottunk itt egy beszélgetést, és talán egy kicsit fölgyorsította a folyamatot. Remélem, hogy erre itt is sor kerül, és a példák közül, amiket hallottak, néhány meg is valósul, és akkor átadnám mai utolsó előadónknak a szót. Én is egy rövid bemutatkozással kezdek, aztán ott folytatom, hogy a három előttem elhangzott előadásból is látszik, hogy mennyire komplex ez a mai témakör, és én elsősorban a fiatalok első lakáshoz jutása szemszögéből vizsgálnám, nézném ezt a témakört, de el kell mondani egy másik aspektusát is ennek, az pedig az, hogy körülbelül 5-6 éve foglalkozom én magam, pályatársaim talán régebb óta a demográfiai kérdésekkel. Az ugye közismert, hogy Európa majdnem minden állam a demográfiai válságban van, és Magyarország is az egyik olyan ország, ahol ez a demográfiai válság nagyon mély. És az 5-6 éves munkának az volt az eredménye, amit a Család és Gyermekbarát műhelyben végeztünk, többet magunkkal, többek között Árva László, dr. Benda József vezette, Csomós József, jó magam, Báger Gusztáv, akivel a gazdasági munkacsoportot vezettük 3 éven keresztül, hogy a megközelítésünk komplex volt, tehát a demográfiai folyamatokat akadályozó gazdasági és társadalmi folyamatokat vettük, tettük vizsgálattárgyává, és annyiban tudtunk talán újat hozni a korábbi megközelítésekkel szembe, hogy a korábbi megközelítések vagy csak pénzügyiek voltak, olykor csak társadalmi oldalról vizsgálták ezt a nagyon komplex ügyet, de sok tényezős alapon nem. Ilyen kérdések vizsgálatánál nagyon fontos, hogy visszamenőleg is nézzük a korábbi tendenciákat, és a jelenlegi meg a jövőbeli helyzetet ehhez hasonlítsuk. Magyarországon volt olyan év, 1990 előtti időszakban, amikor egy év alatt 100 000 lakás épült, és még akkor is nagyon szép teljesítmény ez, ha azoknak a többsége 55-60 vagy 65 négyzetméteres lakás volt, zömmel lakótelepi lakás. Városokban, nagyobb városokban inkább ez, vidéken ennél lényegesen nagyobb családi házak. Ez azt a következtetést engedi meg nekünk, hogy azt mondjuk, hogy ha az állami gazdaságpolitika, ide beleértve az önkormányzatokat és a cégekét is, preferálandó célként azonosítja a lakosság modern, korszerű lakásokkal való ellátását, és megszervezi ennek a folyamatát, akkor ez igenis lehetséges, ez a gazdaság és társadalom politikai prioritások függvénye, hogy ez kiemelt helyen szerepel, vagy nem. Ebben a Család és Gyermekbarát műhelyben nagyon hamar oda jutottunk, hogy Magyarországon a lakáshelyzet, a lakáskérdés az egyik akadályozó tényezője már a házasságnak is, tehát a fiatalok összeházasodásának, új életkezdésének, és nyilván akkor ebből származhatóan a gyerekvállalásnak is. Az, hogy körülbelül olyan 1,25 megszületett gyerek, ugye ez egy átlagszám, negyed gyerek nem születik sehol, ról fel tudott jönni a reprodukciós együttható 1,51-re, az kétségtelen a jelenlegi kormány családbarát intézkedéseinek tudható be, miközben a mi műhelyünk elég komolyan bírálta is ezeknek az intézkedéseknek a olykor féloldalas voltát, vagy nem egészen kielégítő voltát. Itt többen említették a
lakáshitelezést, lakásépítés pénzügyi feltételeit, és Magyarországot ugye a közelmúltban két válság rázta meg, az egyik a 2008-2013-as, nálunk ez egy elég elhúzódó válság volt, és a mostani, amiben benne élünk, a Covid válság is. Ezt csak azért említem meg, mert itt minden másképp kezd el működni, a Zsuzsa grafikonjából is láttuk, hogy például a lakáspiacon milyen visszaeséseket, változásokat okozott ez. A lakásról azt kell tudni, hogy a magyar embereknek, és gondolom máshol is a világon, a lakás egyben a legfontosabb vagyontárgya is. Tehát sok ember úgy gondolkodik, hogy ha életemben már egyszer elértem a saját lakást, akár hogyha hitel igénybevételével is, akkor már van egy olyan vagyonom, amihez szükséghelyzetben hozzá tudok nyúlni, mert legfeljebb eladom, és akkor bérlakásba megyek. Tehát valahogy ez egy nagyon fontos dolog, csak valóban, amit előttem már mondottak, megerősíteném, hogy ez egyben az embert nagyon leköti egy adott helyre, és ezt látjuk társadalmilag, hogy Magyarország mennyire immobillá vált, ez a 96-97% magántulajdonú lakás miatt, ami egyik oldalról jó, a mobilitás szempontjából nem jó. A vizsgálódásunk során azt is megállapítottuk, hogy Magyarországon érdemes lenne 6 darab lakáspiacról beszélni, mert egészen másképp működik a budapesti lakáspiac, másképpen működik, ez zömmel település nagyságtól függő, a megyei jogú városok piaca, a közepes városok piaca, a nagyközségeké, a községeké és a kis településeké. Tovább bonyolítja ezt a helyzetet a településeknek a fekvése, mert ugye ismerünk olyan üdülőfalvakat Magyarországon, ahol a felkapott helyek, mondjuk Budapest vagy Nyugat-Dunántúlékhoz hasonlók már az ingatlanárak. Tehát amikor megoldást keresünk, nem tudunk egy univerzális megoldásról beszélni, mert Budapesten budapesti megoldást kellene találni, a vidékiek számára pedig vidékieket, például az apró falvakba. És hát az jött ki, hogy a múltnak a sikeres példái, amennyiben sikerül áthozni a jelenbe és a jövőbe, megoldást kínálhatnak egy csomó dologra. Itt mi visszamentünk az 1990 előtti sikeres lakásépítési modellekhez, többek között a csoportos társasházépítéshez, ami annak idején egy preferált dolog volt. A finanszírozás kérdésében pedig csak a Zsuzsa előadásához kapcsolódva említem, hogy nagyon nagy hiba és probléma, hogy a rosszabbodó munkaerő helyzet ellenére a vállalatok és a cégek nem vesznek ma már részt úgy a saját otthonteremtésbe. Például annak idején én magam is vállalati kölcsönt is igénybe vettem a lakásépítéshez, ami például az OTP kölcsön felé egy jó ajánló levél volt, mert azt mondták, hogy ez a muki, hogyha a saját vállalatnál jó arra, hogy kapjon 50-60 ezer forint vállalati hitelt, akkor jó lesz az OTP-nél is arra, hogy 300 vagy 400 ezer forint hitelt adjunk neki. Az előtakarékosságról nem is beszélek, és kijöttek ezek a műhelymunka során, ahol ugye több szakmának a szakértői vettek részt, ezért multidisziplináris tímekbe dolgoztunk, hogy bizony nagyon komoly szemléleti probléma is van. Hát az, hogy ma a házasuló korba lévőknek a 37%-a köt csupán házasságot, egy másik része mondjuk egyhatoda nem házasságjelű tartós párkapcsolatba él, ez azt jelenti, hogy az a váltás, hogy szingli fiatalok most már lassan zömmel 30 év után is ott élnek együtt a szüleikkel, ez egy elég komoly gond, és mondjuk az is, hogy gyakran kilátástalannak tekintik
azt az irányt, hogy saját erőből lakást szerezzenek. Ez mindenféleképpen a mi javaslataink szerint is az önkormányzatok részéről és az állam részéről is megérné az erőteljesebb támogatást. Itt most néhány olyan, Péter is említette, én is most felbátorodok a Péter példáján, hogy túlzás lenne azt mondani, hogy a magyar kormány például ilyen területen hibát hibára halmoz, mert például a falusicsok, saját ismeretségi körömből hozok példát, a falusicsok egy olyan rétegnek nyitott lehetőséget, akik például készek és hajlandók egy megyei jogú városból vagy Budapestről kiköltözni vidékre, és ott egzisztenciát alapítani, kedvezményes lakáskölcsönt igénybe venni. Én most a fiam példáról, két fiam van, az egyik fiam példájáról beszélek, aki ugyanolyan kamat feltételekkel jutott lakásvásárlási, illetve lakásfelújítású hitelhez, mint én annak idején a 70-es évek végén. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a fiatalok gondolkodásában, mentalitásában, például az előtakarékosságra való hajlandóságban is vannak igazítandó gondok. Péter, mennyi időn van körülbelül, hogy ne húzzam el, mert utána 5 perc. Lehet, hogy még rövidebb is leszek. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi állami lakáspolitika nem csak önmagában, mint lakásszerzés, hanem jövedelem politikában is kitizálható, és érdekes módon a műhelynek én azt mondom, hogyha volt 12 ütős javaslatunk, ebből körülbelül 6-ot a kormány olyan formában fogadott be, nem hogy megveregette a vállunkat és kitüntetéseket osztogatott, most ezt ilyen viccesen próbáltam mondani, de gyakorlatilag fél év, egy év múlva, ahogy az állami, tehát minisztériumok, szakigazgatási szervek képesek egy ilyen javaslatot felszívni, ezek megjelentek. Hát például a falusi csokra és néhány ilyen dologra. De mondhatok egy másik konkrét intézkedést, amit például annak idején bíráltunk, és amikor éppen egy ilyen mély dekonjunktúra volt a lakáspiacon, volt a negatív években, amikor a mély válságban volt a lakásépítés, 7-8 ezer lakás épült csak egy évben, ugye hát ez azért elég kevés, akkor bevezettek egy kedvezményes lakásfinanszírozási konstrukciót, hogy aki lakáscélú megtakarítást csinál, ahol az állam hozzájárul egy összeggel, azt hiszem a 20 ezer forintig a befizetett összeg 30%-át mellé teszi. Ebből kijött az állam, mert úgy látszik, hogy túl sokan kezdték el csinálni, és a hozzávaló támogatás nem jó. Most ezzel ezt azért hozom ide, hogy ezek a váltakozó intézkedések, ezek a túl gyakran változó intézkedések, ugye itt említették előttem a lakásáfát is volt, amikor a lakásáfa az visszaigényelhető volt, én is emlékszem erre a periódusra, aztán ez is lekerült. Ez a kiszámíthatóságot nem javítja, és azért a lakáspiaci ingadozásokhoz elég komolyan hozzájárul. Amivel talán zárnám, és mint egy kritikát azért azt említeném, hogy a jelenlegi kormányzati intézkedések a családpolitikával is, az kétségtelenül igaz, hogy a családpolitikai célok, most többek között ugye 25 éven aluliaknak a adózás, tehát adómentesítétele, és más családtámogatási intézkedések Magyarországot Európa érvonalába emelik, ami a családtámogatási, hogy mondjam, kasszát, vagy a családtámogatás ügyét jelenti, de ez nem helyettesíti az általános jövedelempolitikát. Tehát itt ugye megint arról van szó, hogyha Magyarország ott tart, ahol tart, itt van előttem ez a lista, hogy a bruttó minimálbérek terén Magyarország jelenleg 19. ezzel a 151 vagy 151 és fél ezer forinttal, tehát az átlag jövedelmekben is az Európai Unió országai között,
és nálam okosabb közgazdászok mondták azt, hogy egyszerűen Magyarországon a jelenlegi bérekbe, de különösen a pályakezdők bérébe egyszerűen nincsen benne a lakás, a lakásszerzési és a lakáshasználati bér. Ez ugye azt jelenti, hogy alacsonyan vagyunk értékelve, a magyar munkaerő alacsonyan van értékelve, és egy normál ingatlanhoz jutást, mert valóban nem lehet mindenkinek a rózsadombon 3 vagy 4 szobás lakást garázzsal építeni Magyarországon, de talán a többség nem is erre vágyik. És amit én is javaslatba hoztam, nagyon egyetértek a Péter javaslataival, ezek mind felmerültek nálunk is, és valóban ugye a bérlakásépítés szükségességét, ennek az állami és az önkormányzati támogatását, ez valóban a múltnak egy nagy hibája. Az önkormányzatok gyakorlatilag Budapesten, de máshol is teljesen kifaroltak abból a problémahalmazból, amit nekik az önkormányzati lakásvagyon működtetése, karbantartása jelentett. Most ugye itt vannak eszköztelenül, és mondjuk a korábbi önkormányzati lakásállomány 5 vagy 10%-át üzemeltetik, és semmit nem tudnak megoldani, az önkormányzat se, és ennek megfelelően aztán állami rásegítés sincs. Én azt gondolom, hogy a megoldás az lenne, hogyha komplex módon a magyar jövedelempolitika és a magyar lakáspolitika különösen arra a sérülékeny rétegre koncentrálva, amit a fiatalok, a pályakezdők, 30 év alattiak, meg hát akinél ez elhúzódik a családalapítás, a pályakezdés, van, aki még 30 éves korában is a második egyetemét járja, és még alig dolgozott, azokat segítse, és az a véleményem, ebbe elég széles konszenzus alakult ki a mi műhelyünkbe is, 5-6 nagyon jó alkotó, közgazdász, építész, más társadalomtudós, hogy a magyar lakáspolitikának a középső 60%-ra kellene fókuszálnia, tehát a középső 60%-nak, nem csak a 20% leggazdagabbnak a lakásszerzésére, és lakás akár bérleti lehetőségére koncentrálva, hanem a középső 60%-a a társadalomnak is egy normál emberhez méltó lakáshoz, lakáskörülményekhez jusson. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, Juhász Imre vagyok, és ebben szeretném, mindannyiunk nevében szeretnék köszönetet mondani ezekért a rendkívül tartalmas, informatív, szemléletformáló előadásokért, amiben itt részünk volt. Én két kérdést szeretnék említeni. Az első kérdés az, hogy itt azért alapvetően a mennyiségi szemléletű megközelítést hallottunk. Itt ugye van egy csomó olyan kihívás, energiagazdálkodás, klímasemlegesség irányába menő haladás, stb. Tehát ez a kihívás, ami előtt a magyar gazdaság és a magyar társadalom környezetvédelmi energetikai szempontból áll, ez hát hogy nehezíti, módosítja mindazt, ami itt a mennyiségi szemléletben elhangzott. A másik kérdésem pedig, hát nyilvánvalóan ugye itt a főként az ifjú generációknak a lakásgondjainak a megoldásáról kell gondoskodni, ahogy arról szó volt. Én itt hadd utaljak vissza a 2 héttel ezelőtti előadásra, amit Piti Zoltán tartott, és ott elhangzott az, hogy tetszik, nem tetszik, a magyar gazdaság kénytelen befogadni, vagy alkalmazni 10 000 szám külföldi munkavállalókat. Demográfia fogva, nincs elég szakképzett munkaerő, és Ukrajnából, meg hát most már talán Romániából kevésbé, de Európán túlról jönnek be Magyarországra a munkavállalók. Na most itt ugye 10 000 szám munkavállalóról van szó, és hát valahogy ezeknek az elhelyezéséről is gondoskodni kell. Most ahhoz, hogy ez valamilyen módon kulturális körülmények között megoldást nyerjen, valamilyen módon azt hiszem, hogy ezzel is foglalkozni kell. Köszönöm szépen! Simon Gabriella vagyok. Én
Csak egy gondolatni erejéig hallottam, hogy a vállalkozásoknak igenis szerepe lenne a munkaerő megtartása miatt a lakásgazdálkodásba. Konkrétan utalnék például arra, hogy én is úgy szereztem első lakásomat, hogy a vállalatom keményen hozzájárult a lakásvételéhez, de nem csak ez a finanszírozási részre gondolok, hanem régebben, pontosan a háború előtt a nagy cégek saját maguk is építettek lakásokat azért, hogy a munkaerőt megtartsák. Tehát én szerintem a vállalkozásoknak is szükséges lenne beszállni azhoz, hogy a munkaerőt megtartsák, a munkaerőnek a lakáshoz való juttatásával. És magam részéről az önkormányzatnak nem tartanák ilyen nagy szerepet a lakásgazdálkodás, tudom, hogy nincs pénzük, és az alapvető funkciókat a területüknek a üzemeltetését sem tudják ellátni. Köszönöm szépen! Először válaszolok a kérdésekre a magam részéről, és aztán felírtam egyébként pár dolgot itt a másik előadásokhoz. Szóval talán ezzel az utolsó kérdéssel kezdeném, ami szerintem is egy ilyen nagyon érdekes témakör. És egyébként az utóbbi években bizonyos cégek elkezdték ezt alkalmazni. Tehát azok a nagy vállalatok, ahol hát különösen ugye a Covid előtt nagyon küzdöttek a munkaerőhiánnyal, ott van egy-két példa erre, tehát például autógyárak volt, hogy vagy építettek bérlakást, vagy béreltek nagyobb mennyiségben azokban a városokban, ahol jelen voltak, de ez szisztematikus módon valóban nem jellemző, és szerintem is érdemes lenne erről abszolút gondolkozni. Most, de egyébként nekünk van is egy javaslatunk, ami a szövetkezeti rendszernek egy ilyen, hát nem olyan fajta szövetkezetek, mint amik a 70-es, 80-es években épültek, hanem elsősorban abban különböznének, hogy nincsen saját tulajdonjoga az embereknek az adott lakásra, viszont ugyanúgy tudnák kombinálni azt, hogy a munkáltatói forrás és a piaci forrás, tehát egy piaci hitel, és akár valamilyen önkormányzati támogatás, meg a tagoknak a hozzájárulása, csak egy ilyen használati jogon alapuló rendszert javaslunk azért, hogy hozzáférhetőbb legyen. És igen, tehát ez még nem sikerült egy olyan pilotprojektet sem elindítani, amiben ténylegesen beszállna mondjuk önkormányzat és munkáltató is, de hogy ezt én is egy nagyon érdekes iránynak tartom. Igen, szerintem itt az a kérdés, hogy hogyan lehet afelé vinni a vállalatokat, hogy ez valamilyen hosszabb távú elköteleződés legyen, meg megfizethető áru. Igen, de az az érdekes, hogy a század elején, amikor leginkább kialakultak ezek a munkáltatók által biztosított lakhatási formák, akkor is ugye hatalmas lakhatási válság volt, és most is, és akkor is egy ilyen ingatlan piaci boom volt a tágabb környezet, és most is, szóval, hogy ez ilyen végül is jól párba állítható. Aztán a minőségi kérdésekkel szerintem ez nagyon fontos, és valóban borzasztó keveset beszélünk róla. Én, hogy összekössem ezt a két témát, mint a megfizethetőségét és a klímát, itt ugye szerintem az egy ilyen nagyon nagy kihívás, hogy hogyan tudunk olyan módon ilyen környezetileg semleges épületeket építeni, hogy az aztán megfizethető is legyen a végfelhasználó célcsoportok számára, mert hogy itt sokszor nagyon drága technológiákról van szó. De léteznek olyanok, amik ilyen olcsóbb és egyszerűbb technológiákkal valósítanak meg klímasemleges építkezést, és szerintem ezt így szem előtt kell tartani, tehát hogy szerintem nem szabad, hogy a klímasemleges építkezés jegyében aztán még kevésbé legyenek megfizethetőek a városaink, illetve nem csak az új építésnél kell erre gondolni szerintem, hanem az épületek átalakításánál, meg a funkcióváltásnál, és ugye a környezeti szempontból az is egy nagyon fontos kérdés, hogy minden, ami új építés, új anyagok felhasználása, az egy plusz terhelés, még akkor is, hogyha nagyon szuper energiahatékony minőségben épül, és szerintem sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, hogy üresen álló épületek funkcióváltása meg tudjon történni, és hogy a felújítások is úgy történjenek, hogy a régi épületek is
energiahatékony módon tudjanak működni. És ez kapcsolódik egyébként az energiaszegénység kérdéséhez is, mert jellemzően pont a legszegényebb társadalmi rétegek költenek arányaiban a legtöbbet például rezsire, ami azért van, mert nagyon rossz minőségű lakásokban élnek, tehát hogy ilyen módon ez a lakhatási szegénységgel is összekapcsolódik. A képzett munkaerő hiánya és a külföldi munkavállalók, hát ott szerintem, ha lennének ilyen intézményesült bérlakáskezelő társaságok, akkor az erre is részben egy megoldás lehetne igazából, tehát ezt én ennek az ilyen részeként kezelném. És akkor nem tudom, most tényleg most reagáljak még az előadásokra is, mert van két dolog mondjuk, amit mondanék, de... Igen. Jó, az egyik ez a föld és ingatlan szétválasztása, ez szerintem egy olyan dolog, és pont egyébként kb. Két héttel ezelőtt tartottam egy előadást, ami arról szólt, hogy akkor önkormányzatok és piaci szereplők hogy tudnak együttműködni a megfizethető lakhatás érdekében. És ott ez, tehát ugye ez egy ilyen nagyon kiemelt eszköz többféle helyen, és Magyarországon létezik ugye a telekhasználati jog, meg a földhasználati jog, ami erre egy alkalmas jogi konstrukció lenne, csak mindenki nagyon tart attól, hogy ezt használja, és szerintem érdekes lenne pont ugye ilyen megfizethető lakás célok szempontjából ezt így feltérképezni. És fú, hát jó, akkor a többibe most nem is megyek bele inkább. Akkor előadás sorrendben ugrálok a megjegyzések között. Én azt gondolom, hogy az a megjegyzés, hogy az önkormányzatok és az állam milyen viszonyban áll egymással, ez egy múló betegség. Ez el fog múlni remélhetőleg elég hamar. És a másik az, hogy tulajdonképpen én emlékszem arra 1990-től, még ki nem mentem dolgozni Franciaországba, addig én a fővárosi önkormányzatban voltam egyébként MDF színekben, mint képviselő, és már akkor is az volt a probléma, hogy a helyi iparűzési adó nem úgy működött, ahogy kellett volna, de már akkor még úgy működött a dolog, hogy az önkormányzatok kaptak egy részt a lakosság arányosan az SZIA bevételekből, ami nem volt egy rossz ötlet, és inkább ezt kellett volna kiterjeszteni és elfelejteni a helyi iparűzési adó véletlenszerű eloszlását. Szóval erre szerintem lehetnek megoldások, és én remélem, hogy előbb-utóbb ez az ellentét ez meg is fog szűnni az önkormányzatok meg az állam között, és nekem az a saját meglátásom, ez politikai ügy persze, a csimpázok ilyen politikai állatok sajnos, de ki is fogunk halni, ha így haladunk tovább. Viszont én Franciaországban azt láttam, hogy ez nem kötelező így csinálni. Ott az állam akkor is támogatta az önkormányzatokat valamilyen módon, hogyha politikailag más oldalon volt. De hát ez így volt egyébként Ausztria esetében is. Tehát azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak, meg az államnak együttesen fontos szerepe lehet, és kell, hogy legyen a lakásrendszer működtetésében, létrehozásában, finanszírozásában. Azt gondolom, hogy nem lehet kérdéseket föltenni. A másik az a cég és a cégek hogy szállhatnak be a lakásállomány növelésébe. Mindenképpen adókedvezményeket kéne biztosítani. Az adókedvezményt nem a futballpályákra kéne nyomni, hanem arra, hogy ezek a cégek hozzanak létre, támogassák a nem feltétlenül csak a saját dolgozóknak, nyilván úgy kezdődhet a saját dolgozóival, de utána a saját dolgozó el is mehet dolgozni máshova, ne kelljen ott hagyni a lakását. Tehát ezeket meg lehet csinálni, ezek nagyon jó dolgok lennének. A másik ilyen kérdés az a minőségi dolgok, meg ez a fenntarthatóság. Soha nem jut eszünkbe azt, pedig nagyon fontos, hogy Európán belül, Izland után Magyarországnak van a legnagyobb geotermikus energiaforrása. És ezt nem használjuk ki, csak olyan melegvízű strandokat hozunk itt-ott létre, amik nagyon jók az ember reuma kezelésére, de ebből lehetne bizony fűteni lakásokat is, meg házakat is, meg üzemeket is, csak erre senkinek nincsen ötlete, hogy hogy lehetne megcsinálni. Én láttam nem olyan régen, én nem voltam sajnos sohasem Izlandon, de láttam egy filmet Izlandról, hogyan, milyen ügyesen használják ezeket az adottságokat, és ezt mindenképpen nem szabad lenne elfelejteni. Ez nagyon fontos lenne. Amit mondott Zsuzsa a föld és ingatlan szétveszedéséről, ez is egy nagyon fontos dolog, mert kéne beszélni róla. Oké, köszi. Jó tenni. Én egy kicsit más aspektusból, de két kollégámmal egyetértően
mondanék valamit. Juhász Imrének igaza van a mennyiségi megközelítésben, mert ugye amikor mondjuk egy átlagos évben mostanában 15-20 ezer lakás épül, azok valóban nem 55 vagy 60 négyzetméteresek. Más a konform, valószínű telek ellátottság, tehát azért más a funkciója. Meg hát én is láttam, amikor ilyesmivel foglalkoztam a rendszerváltás első éveibe, ugye külföldiek kerestek itt ingatlanokat, hát azért a budai részeken ott nem két generációs, hanem három generáció együttélésére alkalmas családi házak voltak, három-négy szinten kialakítva, úgyhogy a nagymama, a dédmama is elfért a csecsemővel együtt. Tehát azt akarom mondani, hogy azért minőségi oldalon van egy javulás. A másik azzal nagyon egyetértek, amit a Zsuzsa mondott, hogy ugyanakkor ez nem kellene, nem lenne szabad, hogy jelentős költségnövekedéssel járjon, és ezzel vagyunk most jelenleg problémában. Itt az energiagazdálkodási koncepciókkal is olyan zavarok vannak az országban, hogy nagyon sok a kanyar, a felesleges kanyar, kevés a kiértékelése annak, hogy milyen irányba lehet menni. Most ide az atomvitára is utalok. Lehet, hogy Németország tönkre fog menni az atomerőművek leállításába. Ezt az utat nem biztos, hogy követnünk kellene, bár nem akarok a zöld pályatársaimmal ebben ütközni, vagy nagy vitát kiváltani, de hát a gazdasági racionalitások azért valahova mutatnak, és itt is jó lenne, hogyha valami középutat találnánk. Simon Gabrielának nagyon igaza van, de egy kicsit hagy vitatkozzak vele. Mi olyan megoldást találtunk, vagy javasoltunk, hogy az önkormányzatok akkor tudnak segíteni, és a vállalatok is akkor tudnak segíteni, ahogy most a Laci is mondta, ha őket viszont az állam támogatja. Tehát nem arra gondoltunk, hogy az önkormányzatok a nem létező pénzeikből előálljanak, hanem ennek sok módja van adókedvezmény és sok minden. És most csak azért mondom, hogy például a demográfiai műhelyben mennyire komplexen közelítettük a dolgokat, tehát Magyarországon az adórendszernek az is egy furcsasága, bár apró lépésekbe megy afelé a kormány, hogy Franciaországban, ahol 2,1 a nők, szülőképes nők termékenységi mutatója, egy része külföldi eredetű családba születik, a több gyerek és a fehérek, hogy így mondjam, idézőjelben sápatartóak körében kevesebb, de ez annak is tudható, hogy a francia adórendszerben van családi adózás. Tehát nálunk közelítgetünk ehhez a családi kedvezményekkel, de az, hogyha van egy négyfős vagy egy háromgyerekes, ötfős család, hogy azt valahogy óvó a rendszerbe véve támogassa vagy elismerje az adórendszerünk, ezt még nem sikerült elérni, ugyanúgy nem, hogy mint a nagymama korúaknak és az idős házaspároknak a nyugdíjába azt, hogy a saját gyerekeik által befizetett jövedelemadóból vagy nyugdíjjárulékokból azokat a szülőket támogathassa az állam állami közvetítéssel, akik felneveltek 2, 3 vagy 4 gyereket, és ez a legnagyobb életteljesítményük, mert amúgy a munkavilágában nem szerezték meg a 33-38-42 év munkaviszonyt. Tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy olyan javaslatok is az asztalon vannak, amiket gyakran azért utasít vissza a pénzügyminisztérium, meg az állami vezetés is, hogy erre nincs pénz, nem igaz, illetve hát lehet, hogy éppen nincs pénz, de akkor meg nem lesz lakosság Magyarországon. Igen, vagy az a baj, hogy nem ők találták ki. Ezt csak arra mondtam, hogy sokféle megoldás lehetséges, és még nagyon sok mindent nem próbáltunk ki. Köszönöm szépen előadóinknak a mai előadást, a reakciókat. Én azt gondolom, hogy egy fontos téma ez a lakáspolitika és a lakáskérdés, mert igazából az emberek megélhetésének egyik nagyon fontos eleme, hogy hol lakhat, hogy lakhat, és milyen körülmények között. A felnőtteknek is, és a gyerekeknél is meghatározza, hogy hogyan és miképpen tudnak növekedni. Én nem szeretnék kitérni azokra, amik itt a lakáson kívül elhangzottak. Azért egy dolgot Tóninak mondanék, hogy ez a
családi adózás és az adókedvezményen keresztül a gyerekeknek a támogatás, ez legalábbis problematikusnak tekinthető, mert ez azt jelenti, hogy a magasabb jövedelműek gyerekei többet élnek, mint az alacsonyabb jövedelműek gyerekei. Én speciálisan azt gondolom, hogy minden gyerek ugyanannyit ér, tehát alkalmasabb lenne a családi pótlékkal a gyerekeket támogatni, mint az ilyen adókedvezményes formákkal. De hát ezen még lehet vitatkozni, nem a mai nap kérdése. Én azt gondolom, hogy egy fontos témáról sikerült beszélnünk az év utolsó rendezvényén, hogy köszönöm mindhármatoknak, önöknek a kitartást, és hát mivel az év utolsó beszélgetésére került sor, röviden itt összegyűjtöttem, hogy mi is történt idén a Szabad Egyetem és a Gazdasági Klub területén. 12 előadástra került sor, beszéltünk a magyar gazdaság teljesítményéről, versenyképességünkről, a monetáris, fiskális politikáról, az Európai Unióról, Magyarország külpolitikájáról, az előválasztások tétjeiről és később a hatásairól, a nyugdíjasok helyzetéről, az önkormányzatok helyzetéről, az első fél évben csak interneten, a második fél évben interneten, és hát akik hősiesen ide jöttek, azok megfelelő biztonsági intézkedések mellett személyesen is meghallgatták. 20 előadónk volt a 12 alkalommal, többek között volt külügyminiszter, volt uniós biztos, Nemzeti Bank volt elnöke, akadémikus, kerületi polgármesterek, főpolgármester helyettes, politikai elemzők, volt és jelenlegi európai parlamenti képviselők, közgazdászok, egyetemi kutatók. Nagyon köszönöm nekik is valamennyiünk nevében, hogy eljöttek, és megosztották velünk a véleményüket, álláspontjukat. Ami a látogatottságot illeti, 11 alkalomra kapcsolatosan vannak adataink. Az első 11 rendezvényünket 8500-an tekintették meg az interneten, ami azt mondják szakértők, hogy egy elég szép szám, és hát ugye 100-120-an itt is voltak. Azt gondoljuk, hogy ez kötelez minket a következő évben is, engem is és a szervezőket is, és nagyon szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek abban velünk, és együttműködtünk abban, hogy ez a rendezvénysorozat létrejöhessen, Kanizsai Nagy Andrásnak, az Egyesület elnökének, Alföldi Csabának, Kovács Gábornak, és dokumentumfilm kategóriában Oscar-díjra jelölt operatőrünknek, Erdős Lászlónak, hogy lehetővé tették, hogy a közönségünk az interneten is nézhesse a beszélgetéseket. Január végén, február elején találkozunk újra. Addig is engedjék meg, hogy valamennyiünk nevében kívánjak önöknek itt a helyszínen és az interneten, a laptopok előtt ülőknek békés, boldog és gyűlöletmentes új évet. Harc helyett békét, kiszámíthatóságot. Ellenségképzés és keresés helyett egymás tiszteletét, odafigyelést és a közös megoldások keresését. És ha lehet, bár lesz egy kampány, amit végig kell viselnünk, ebben a kampány során is amennyire lehet az emberi méltóság megőrzését, kultúrát és vállalható beszédstílust, és azt, hogy lehetőleg minél kevesebb maradandó sebet ejtsük egymáshoz, egymáson. És szeretném azt, hogyha rá tudnánk venni vezetőinket, politikusainkat, elemzőinket arra, hogy a gőzt a motorba irányítsák, és ne a hajó küldbe, mert akkor gyorsabban juthatnánk előre. Köszönöm a figyelmet, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk. Thank you.